Csak itt vacsálunk! Gyertek be, gyerekek! Van valami ma számotokra. Egy mese, aminek a címe Caillou imádja a Halloween-t. Nézzétek csak! Anya, anya, mehetünk már? Nos, lassan igen. Itt az ideje, hogy elkészüljetek. Ez az! Felkészült az astronauta a felszállásra? Majdnem, apa. A műszerek rendben? Igen. Itt a bohóc jelmez, Rozi. Épp ahogy kérted. Rozi bohóc jelmezt szeretett volna, de amikor meglátta, eszébe jutott, hogy régen félt a bohócoktól. Nem akarom! Nem szeretnél halloweenezni? Biztos? Caillou nem akarta elhinni, hogy Rozi nem akart halloweenezni. Rozi, miért nem akar jönni? Rozi fél, mert még túl kicsi a halloweenhez. Nos, ha tényleg nem szeretnél menni, azt hiszem, itthon maradunk. Várj csak, Caillou! Szia, anya! Anya otthon maradt Rozival, hogy Caillou elmehessen az apukájával. Sziasztok! Gyerünk, Caillou! Mire vársz? Menj csak! Emlékszel, hogy mit kell mondani, ugye? Micsoda meglepetés! Nem minden nap kopog be hozzám egy űrhajós. Gyerünk, Caillou! Tudod, mit kell mondani? Csak itt vagy csalunk, Hinkő bácsi! Csak itt vagy csalunk! Köszönöm! Rozi félte jönni halloweenezni, Hinkő bácsi! Sziasztok! Szia, Caillou! Én egy félelmetes szörny vagyok! Én pedig űrhajós! Leo egy szörny, Clementine pedig ápolónő. Nézzétek, mennyi csokim van! Caillou, Leo és Clementine együtt folytatta a halloweenezést. Csak itt vagy csalunk! Csak itt vagy csalunk! És rengeteg csokit kaptak, mielőtt elindultak haza. A Halloweennek már majdnem vége volt, de egy helyen még nem voltak. Csak itt vagy csalunk! Csak itt vagy csalunk! Ki lehet ez az ajtóban? Úgy látom, egy űrhajós és a barátai. Én vagyok az! Nos, ha csokit szeretnétek, gyertek be! Szeretem a Halloween-t! Én imádom a Halloween-t! Úgy látom, Caillou piknikezik a barátaival. És éppen erről szól mai mesénk is. A címe Caillou piknikezik. Ezen a gyönyörű napon Caillou piknikezni indult a családjával. Már majdnem ott vagyunk. Igen! Caillou elhívta barátját, Leót is. Parancsoljatok! Ez minden, azt hiszem. Nem, apa, nem minden. Mi a baj? Elfelejtettem valamit? Igen! Vajon mit? Hát magát a pikniket! Tudom, csak vicceltem. Segítenétek? Ez jó nehéz! A piknik után már nem lesz az. Caillou és Leo vezette a csapatot az erdőben. Olyan, mintha a mesekönyvedben lennénk a lovagok és sárkányok között, ugye? Igen! Mm.
Caillou nagyon szeretett piknikezni a családjával. Lióval pedig még élvezetesebb volt, mert evés után tudtak játszani. Ne menjetek messzire! Rendben, apa! Nézd! Ide néz, bátor lovag vagyok, van kardom is! Nézd! Nekem is van kardom! Ez pedig a gonosz sárkány! Ez az! Leküzdjük a gonosz sárkányt! Caillou és Lió élvezte a lovagos sárkányos játékot. Caillou! Lió! Caillou! Lió! Gyertek vissza! De sajnos most nem tartott sokáig. Mi a baj? Álljunk meg itt! Rozi fél a dörgéstől. Kicsit olyan, mintha egy sárkány ordítana, nem? Nézd, Rozi! Én egy bátor lovag vagyok! Itt a kardom! Én is az vagyok! Leküzdöttük a sárkányt! Megvédünk! Hűha! Minden rendben van, lovagok? Vannak még sárkányok? Ne féljetek! Megvédünk mindenki! Igen! Meseidő van, gyerekek! Nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A következő mesénk címe Caillou sütit süt. Az egész akkor történt, amikor Caillou még csak 3 éves volt. Caillou, maradj csendben, Rozinak pihennie kell. Caillou! De én játszani akarok! Nyugodtan játszhatsz, csak légy szíves, csendben! Caillou úgy érezte, hogy a csend nem olyan élvezetes, mint a zajongás. Caillou! Megkértelek, hogy csendben játsz! Süteményt akarok! Éhes vagyok! Így hát Caillou kiment a konyhába. Méz! Caillou elhatározta, hogy mézes sütit süt. Így hát Caillou el is kezdte a munkát, és csinált egy nagy adag mézes sütit, nagyot, kicsit, laposat és kerekeket. Ó, Caillou! Mit csinálsz? Süteményt sütök! Nézd, mit csináltál! Segítenél feltakarítani? Persze, anyu, te és én. Szépen rendbe kell rafnunk az egész konyhát. Hol van a szemetes lapát? Megvan! Nagyon ügyes vagy, kicsim. Caillou! Caillou büszke volt magára, hogy segített anyukájának sütni. Anya! Rendetlen vagy! Igazad van, anya is rendetlen néha. Apa,
kóstold meg a sütit, vegyél egyet! Ki sütötte őket? Én is, anya segített! Anya, apa, nézzétek! Mit csinálsz, Kájú? Nagy felfordulást! Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Mi a mese címe, Nagyi? A címe Kájú nem fél többé. Az egész akkor történt, amikor Kájú 3 éves volt. Hinkel bácsi a szomszédban lakott. A gyerekek szerint a házában egy szellem kísértett. Hinkel bácsi háza tényleg rémisztően nézett ki. Ahogy Hinkel bácsi is. Mi az, Kájú? Mi a baj? Hinkel bácsi az olyan ijesztő. Miért mondod ezt? Hinkel bácsi ijesztő. Nézd, el akar kapni. Nem látom. Egyébként ismerem Hinkel bácsit, és ő nagyon kedves. Szia, Kájú! Anya! Szegény Hinkel bácsi szomorú lett, ahogy látta Kájút elszaladni. Ne félj, kicsim! Hinkel bácsi bocsánatot kért, amiért megijesztett. Tényleg nagyon kedves. Nem szeretem. Szerintem csak azért félsz tőle, mert nem ismered. Jó napot! Bejöhetek? Persze, Hinkel bácsi. Kájú, Hinkel bácsi szeretne... Kájú! Vajon hova tűnhetett Kájú? Nem tudom. Egy perce még itt volt. Én sejtem. Szerintem bújócskázni szeretne, és én egyszerűen imádok bújócskázni. Merre vagy, Kájú? Aki bújt, aki nem. Hol lehet vajon? Merre bújt el? Kájú, ha-ho, merre vagy? Ssss, Gilbert, meghallanak. Szerintem Kájú a földszinten van. Már közel járunk. Vajon itt van bent? Nem látom sehol. Nem, nincs itt. Nézzük meg a másik szobát. Már csak egy hely van, ahol Kájú bujkálhat. Szerintem egyre közelebb és közelebb vagyok. Kájú többet már nem félt Hinkel bácsitól. Aha! Nos, örülök, hogy összebarátkoztatok. Megint játszani akarok. Én is erre gondoltam, Kájú. De most én bújok el, és te keresel meg. Szeretek veled játszani, Hinkel bácsi. Nagymama, most ebédidő van, nem meseidő. Nos, ez egy történet az ebédidőről és a zöldségekről. Amikor Kájú még csak 3 éves volt, nem nagyon szerette a zöldségeket. Valójában utálta őket. Kájú, edd meg a zöldséget. A nagypapa nem sokára jön, érted? Nem mehetsz a parkba, ha nem eszed meg a zöldséget. Utálom a zöldséget. Csak kis süteményt akarok. A sütemény csak desszert, Kájú. Találtam is! Ehetsz süteményt, ha megetted a zöldséget. Ó! Én imádom a zöldséget. Edd meg a
az enyémet, apa. Nem, azt nem lehet. Legalább kóstold meg, Caillou. Itt a nagyapa! Gyere, Caillou, menjünk a parkba! Megyek a parkba a nagypapával! A park után meglátogatjuk a nagyit, aki levest főz nekünk. Hű, egy hernyó! A hernyók leveleket esznek, hogy legyen erejük pillangóvá válni. Pillangóvá válnak? Mit csinál az a madár nagypapa? Kukacot keres, amit megehet. A kukac adja neki az erőt, hogy télen délre tudjon repülni. A mókusok mogyorót esznek, és el is raktározzák későbbre a nagy téli hidegre. Gyere, mókuska! Megjöttünk! Éhesek vagyunk, akár egy medve! Mert valóban medvék vagyunk! Borsó és répa. Finom. A medve bogyókat eszik. Ma a borsó és a répa lesz a mi bogyónk. Medve vagyok! Aznap este Caillou anyukája és apukája elment Caillouért. Hogy viselkedett Caillou? Medve vagyok! Én is medve vagyok. És mindketten ettünk zöldségeket. Bogyókat ettünk, nagyapa. Ami azt jelenti, hogy itt az idő... sütizni! Meseidő van, gyerekek! Van te bútus, nem is vesztettük el. Nos, nézzük csak, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou teljesen egyedül van. Anya, anya, ihatok gyümölcslevet. Szeretné játszani velem, anya? Csst, Caillou, dolgozom. 14, 15. Segítsek számolni. 1, 2, 3, 4. Caillou, ez nagyon bonyolult. Biztos tudok segíteni. 16, 20, 1, 2, 3. Ne! Caillou, nézd, mit csináltál. Caillou, nekem most nyugalomra van szükségem. Nem érek rá játszani. Miért nem keresed meg apát? Talán ő ráér. Caillou az anyukájával szeretett volna játszani. Ki tudja, lehet, hogy az apukája ráér. De Caillou nem tudta, hogy a papája is nagyon elfoglalt. Apa, apa! Hű, elromlott. Igen, elromlott, de megcsináltam. Aj, ne! Aj! Vagy, mint egy hóember. Nézd, én is hóember lettem. Nézd, apa! Caillou, nekem most sokat kell takarítanom, de egyedül. Miért nem keresed meg a nagyit? Caillou biztos volt benne, hogy a nagymamája meghallgatná, mi történt a mosógéppel. Jó kislány vagy, Rozi. Csukd be a szemed, aranyom. Azt hittem, soha nem alszik el. Ó, végre. Nagyi, Nagyi, nézz ide, hóember vagyok! Ssss, Caillou! Ssss! Rozép alszik. Apa javította a mosogatógépet, és a buborékok csak folytak mindenfelé. Mindenhol buborékok voltak. Ssss, Caillou! Kérlek, maradj csendben! Felébreszted Rozét! Caillou,
Rosinak és nekem most nyugalomra van szükségünk. Miért nem játszol Gilberttel? Gilbert, te játszol velem, ugye? Talán anya már befejezte a számolást. Sajnálom, Caillou, de most tényleg egyedül kell lennem. Te szeretnél játszani velem? Ez az! Caillou, gyere le, kicsim! Itt az uzsonnád! Caillou olyan jól érezte magát, hogy meg sem hallotta anyukája hívását. Caillou! Minden rendben van? Aggódtunk, hogy teljesen egyedül vagy. Mit csinálsz? Semmit. Csak játszom. Meseidő van. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou rendbe rakja a játékait. Caillou, hol vagy? Hát, Caillou nem szokott eltűnni, amikor csoki puding van. Így igaz, Caillou imádja a csoki pudingot. Anya, várj meg! Nézd ezt a felfordulást! Mit mondtam neked, Caillou? Nem szabad a lépcsőn hagyni a játékaimat. Caillou jól tudta, hogy nem lenne szabad a lépcsőn hagyni a játékait. Vidd őket a szobádba, Caillou. Csokis puding! Imádom a csokis pudingot! Caillou, gyere ide, kérlek! Fontosnak tűnik. Jobb lesz, ha megnézed, mit szeretne apa. Caillou, mit mondtam, szabad a kocsi bejáron hagyni a játékokat? Nem lenne szabad. Így van. Ezért kérlek, rakd el őket. És mi lesz a csoki pudingommal? A csoki puding megvár. Gyere, segít. Habár apukája segített neki, Caillou nem örült a feladatnak. Caillou! Szeretnék beszélni veled. Caillou, össze kell szedned az összes játékot. Utána megeheted a pudingot. Igen, apa. Biztos, hogy minden játékod megvan? Biztos! Nézd! Akkor ideje pudingot enni. Igen! Csoki puding! Hoppá! Szerintem ezt látnod kellene. Caillou, neked nagyon sok játékod van, és rengeteg helyet foglalnak. Tudom. És sok régi darab van, amikkel már nem játszol. Mi csináljunk velük? A régieket Rosinak adhatnád. Talán egyet nekiadok, és később még néhányat. Egy nagy doboz kell neked, amiben mind belefér. Segítesz megcsinálni? Hű, persze! Rögtön, ahogy megettem a csoki pudingomat. Így. Ez jó is lesz. Köszönöm, apa. Nézzük, hogy illeszkedik-e a teteje. Meseidő van, gyerekek. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou vezetni tanul. Láttad valahol Caillou-t? Azt mondta, segíteni akar. Azt
hiszem a kertben van és autózik. Tü-tü! Kájú autózik! Biztosan tudjátok, hogy Kájú imádja az autókat, buszokat és a teherautókat. Hát itt vagy. Apa! Emlékszel? Megígérted, hogy segítesz. Kájó képzeletben a legfantasztikusabb autót vezette, amit valaha láttatok. Jó napot, oroszlán! Kájú, nézd, mit csináltam miattad. Hoppá! Apu, tiszta víz vagy, mi történt? Kájú nem is sejtette, hogy apukája miatta locsolta le magát vízzel. Hát, véletlen volt. Viccesen nézek ki. Igen. Szeretnél segíteni? Persze! Vezettem az autót, apa. Komolyan? Igen. Tudod, imádom az autókat. Igen, tudom. Én is szerettem őket gyerekkoromban. És még mindig szereted. Nézd, anya! Az egész csak úgy csillog és villog. Akkor mire várunk még? Irány a part. Menjünk piknikezni. Jó napot, oroszlán úr! Én is vezethetek, ha nagyobb leszek, apa. Megtanítasz majd? Persze, Kájú. Természetesen. Ideje mesét mondani, gyerekek. Nézzük, hova ment ma Kájú. A mai mesénk címe Kájú az óvodában. Ez volt Kájú első napja, és egy picit ideges volt. Nem akarok menni, anya! Veled akarok maradni! Ahogy én is, Kájú, de tudod, anyának dolgoznia kell. És az óvoda jó is lehet. Hallod? Jó napot, Ann Martin vagyok, az óvónő. És biztos te vagy Kájú. Kájú félt és szégyenlős volt. Nekem most mennem kell, kicsim. Ne! Nem akarom, hogy elmenj, anya! Visszajövök, Kájú. Ne szomorkodj. De még Kájú anyukája is szomorú volt, hogy ott kellett hagyni a Kájút. Tessék, Kájú, így áll egy kis almalevet. Szeretnéd, hogy bemutassalak a többieknek? Rendben, majd ha megittad az almalevet. Hé, hey, azok az én legóim! Anya! Az anyukád elment. Szia! Én Clementine vagyok. És te? Kájú. Ő Liu. Nem szeret osztozkodni. Akarsz játszani? Én formákat vágok. Nézd,
Ez egy alma, egy banán, és ez mazsolás túszt. De nem lehet megenni őket, nem igaziak. Tetszik az óvoda? Jobban szeretek a nagyinál lenni. Ő vigyáz rád, amikor a szüleid nem érnek rá. Ő festő, és nála játszhatok festékkel, ecsetekkel, papírral, krétával és sok színes ceruzával. Ez mind van itt is. Hűha! Azt hiszem, festek egy madarat. Én pedig vágok neki ennivalót. Kukacokat! Szép kis madárka. Megtanítanál ilyen szépen festeni? Persze, Liu. Ha te is megtanítasz minket kastélyt építeni. A kastélyoknak sok tornya van. A kukacnak kanyargósnak kell lennie. A madárnak pedig szép pirosnak. Tessék, Liu, a kastély zászlóját te csináld meg. Caillou! Ezt a tornyot még tovább kell építeni, még magasabbra. Caillou annyira élvezte a játékot, hogy észre se vette az anyukáját és az apukáját. Nézzétek, kastélyt építek! Gyertek, meseidő van, gyerekek! Caillou nem tűnik túl boldognak. Vajon miért? A mai mesénk címe Caillou beáll a cirkuszba. Hey! Gilbert, egy tigrisről álmodtam. Apa, elvisz ma a cirkuszba. Megígérte. Teljesen egyedül fogok felöltözni. Apa annyira örülni fog neki. Apa! Ó! Ó! Jaj, ne! Elfelejtettem fogat mosni. Nézd! Teljesen egyedül öltöztem fel. Ó, azt látom. És nagyon ügyes voltál. De még korán van. Nem akarok elkésni a cirkuszból. A cirkuszból? Nem, Caillou, az nem ma lesz. A cirkusz csak holnap nyit. Nem, nem, ma van. Fel is öltöztem. Ma van. Gyere, Caillou, menjünk le és csináljunk reggelit. Caillounak nagyon elromlott a kedve, amiért nem mehetett a cirkuszba. Caillou, hagyd ezt abba! Felébresztetted Rosit. Gyere le a földszintre, most rögtön. Még Caillou apukája is kezdett dühös lenni. Miért nem mehetek a cirkuszba? Menni akarok a cirkuszba! Csináljunk szendvicset. Kacsa formára vágjuk, ahogyan a nagyi. Nem! Én nem akarok kacsákat csinálni. Az gyerekeknek való. Rendben. Egy cirkuszi reggeli tetszene? A szendvicsek lehetnének cirkuszi állatok főtt tojással. De várjunk csak! Valamit elfelejtettünk. Valamit, amit az állatok előtt kell csinálni. Vajon mi lehet az? A parádé! A cirkuszi parádé! Hát persze, ez az! Hozom a tojást! Szólhattál volna, hogy fel akarod ütni. Nem az én hibám. Tudom, Caillou. Senki sem hibás. Egyszerű baleset volt. Apa, a szendvicsek! Forró, forró, forró! Feléphetnél a cirkuszban, apa. Ügyes zsonglőr vagy. És Rozi lehetne a bohóc. Mi van itt? A cirkuszban vagyunk. Szeretnél parádézni velünk, anya?
Ó, te leszel az a néni, aki lovagolni szokott. Nem hiszem, szívem. Azt hiszem, az a néni leszek, aki visszafekszik az ágyba. Meseidő van, gyerekek! Ez még akkor történt, amikor Caillou csak 3 éves volt. A mai mesénk címe Caillou fél a sötétben. Jó éjszakát, Caillou. Álmodj szépeket. Aludj jól, és ne hagyd, hogy a bogarak bántsanak. Rendben. Jól vagyok, nincsenek is bogarak. Gonosz bogarak! Anya! Mi a baj, Caillou? A bogarak! Látod? Eltűntek. Csak árnyékok voltak. És mi lesz a kapitgáló szörnyel? Én nem hallok semmit. De van itt egy kapirgáló szörny. Mindig kapar valahol. Elhiszem, hogy talán hallottál valamit. De nem kell félni a szörnyektől. Tudod miért nem? Mert szörnyek nem léteznek. Csak a képzeletedben. Jó étkicsim. Nem félek a szörnytől. Nem félek a szörnytől. Semmi baj, Caillou. Ez csak a játékot, Snacky. Igen, de volt itt egy repülő szörny, és a kapirgáló szörny is a szobámban van. Talán csak azt hitted, hogy hallottál valamit. Nem találok semmit. De a kapirgáló szörny ezt csinálta. Próbáld a zenedobozt hallgatni, az kellemes hangokat ad, amíg alszol. Jó ét, Caillou. Széltől a faágak nekiverődtek az ablaknak. Ez adta az ijesztő hangokat. Látod, kicsim? Előfordul, hogy a hétköznapi dolgok ijesztőek. Akkor a kapirgáló szörny csak a fa volt? Oh. Nézzétek, a kapirgáló szörny! Ez nem is szörny volt, hanem Gilbert. Ez a macska? Most már nyugodtan alhatsz, kicsim. A maci segít majd. Remélem, nem lesz több ijesztő hang. Teddy biztos előzi az ijesztő hangokat, és többet nem hallod őket. Jó ét, Caillou! Jó ét, Caillou! Mi a baj, gyerekek? A barátaink megígérték, hogy eljönnek, de nincsenek. Amíg várunk rájuk, mesélek nektek. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou barátai. Caillou nagyon sajnálta magát. Valami baj van, Caillou? Szomorúnak tűnsz? Nincs senki, akivel játszhatnék. Nincsenek barátai? Nem. Nincsenek. Abban a pillanatban Caillou komolyan úgy gondolta, hogy nincsenek barátai, és ettől még szomorúbb és magányosabb lett. Biztosan van néhány barátod? Lássuk, találunk-e egyet? Mi a helyzet például Clementine-nal? Clementine imádja a cukrot. Kérhetek? Nem. Jól van. Kérsz? Jaj, ne!
összegyűjtöm a sárgákat egy sorba. Kájú, az a cukor a földön volt, nehogy megedd. Várj csak, nálam van még. Ezek tiszták. Nos, ez már egy barát. Van más is? Én nem hiszem. Lássuk csak. Mi a helyzet például Leóval? Leó vicces. Mi olyan vicces, gyerekek? Semmi, anya. Nos, ez már két barát. Van még más is? Nincs. Komolyan? Na és Gilbert? Ő nem a barátod? De! Kájú elfelejtette Gilbertet. Természetes, hogy ő is a barátja volt. Igen, Gilbert, a barátom vagy. Kájú sokkal-sokkal boldogabb lett. Először azt hitte, hogy nincsenek barátai. Most arra kiderült, hogy három is van. És most, hogy tudta, hogy van három barátja, Kájú azon gondolkodott, hogy van-e még több is. Rozi a húgom nagy ide, egyben a barátom is. Ahogy mondod. Kájú! Jó napot, szomszédok! Jó napot, Hinkl bácsi! Hinkl bácsi is a barátom. Sok barátom van, ugye, nagymama? Igen, ahogy mondod. Nézd csak, kik jönnek. Anya és apa! Anya, apa, a barátaim vagytok, ahogy Rozi, Gilbert, Hinkl bácsi, Clementine és Leo is. Ők mind a barátaid? Igen. Nem felejtettél el valakit? Ő, te! Te is a barátom vagy, nagymama. Remélem, ettől jobban leszel. Meseidő van. Három évesen Kájúnak egyszer nagyon fájt a füle. A mai mesénk címe pedig Kájú elmegy az orvoshoz. Nem akarok bemenni az orvoshoz, anya. Miért nem, Kájú? Az orvos bántani fog. Már sokkal jobban vagy, most nem fog fájni. Kájú, a doktornő már vár téged. Gyere szépen, Kájú, a doktornéni kedves. De én nem szeretem. A dinoszauruszom meg fogja harapni. Kájú. Szia, Kájú. Örülök, hogy újra látlak. Nézzük csak, hogy van a füled. Vizsgáljuk meg. Ne! A dinoszauruszom meg fogja harapni. Ó, tehát a dinoszauruszod nem örül nekem. Zavarná, ha belenéznék a füledbe? Legutóbb, amikor Kájú a doktornéninél volt, nagyon fájt a füle. Szóval, ha jól látom, ez az, ami zavar. Fáj, amikor bedugja a fülembe. Szeretnél belenézni, Kájú? Nagyon érdekes. Rendben. Nos, belenézhetek a füledbe? Már jobban vagy, nem fog fájni, mint legutóbb. Rendben. Nagyon szépen gyógyulsz. Egy-két nap, és minden rendben lesz. Jaj, ne! Nem fog megharapni, ugye? Ó, értem már. Azt szeretnéd, ha az ő fülét is megvizsgálnám. Igen. A megfelelő kezelésben részesítette Kájú főorvos úr. Szép munka, főorvos úr. A dinoszaurusza sokkal jobban van. Mikor Kájú főorvos úr hazaért, alig várta, hogy találjon valakit, akinek fáj a füle. Vicces füled van, Gilbert!
A történet tetszeni fog. Szabad lesz. És most nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou a nagy testvér. Az egész akkor történt, amikor Caillou nagyon kicsi volt, nagyjából 2,5 éves. Lesz egy kis húgom, mama? Nem sokára, Caillou. Holnap bemegyek a kórházba. És a nagyi fog rád vigyázni. Pár nappal később Caillou nagyon izgatott volt, hisz első találkozását várta Rosie-val. Anya itt van! Apa itt van! Megjöttünk! Mind a hárman! Köszönjük is húgodnak, Caillou! Ő itt, Rosie! Caillou nem tudta, hogy szereti-e Rosie-t. Ó, milyen gyönyörű! Egyszerűen elragadó! Hát nem imádni való. Ő az én kislányom. Rosie nem volt túl boldog, ahogy Caillou sem. Senki sem figyelt rá. Úgy érezte, csak Rosie-val foglalkoznak. Caillou olyan szomorú volt, hogy már a babáját sem szerette. Szeretnéd ringatni, Caillou? Nem. Caillou úgy érezte, nem kedveli Rosie-t. Rendben. Talán később. Caillou apukája nem örült, hogy Caillou megcsípte Rosie-t. Caillou, miért csináltad ezt vele? Nem szeretem Rosie-t. De miért nem? Rosie nem játszik velem. Hisz csak egy baba. Még túl kicsi ahhoz, hogy játszom veled. Nem könnyű idősebbnek lenni, ugye? De mivel te vagy az idősebb, meg tudod védeni Rosie-t, hisz ő olyan kicsi. Például segíthetnél nekem. Ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Caillou, ide adnád a pelenkát? Te is elhanyagolva érzed magad mostanában, ugye, Gilbert? Jobban vagy? Igen, segítettem apának. Szeretnéd megfogni? Igen, anya. Vigyázz a fejére. Mi az, Caillou? Rosie-nak jó illata van. Gyertek, meseidő van, gyerekek. Nos, kezdjük. Az egész akkor történt, amikor Caillou 3 éves volt, Rosie pedig csak egy kis baba. A mai mesénk címe Caillou vásárolni megy. Caillou, ébresztő! Esik a hó, nézd! Igen! Hóembert akarok csinálni! Először öltöz fel! Hol vannak a pulcsiaid? De én ebben akarok kimenni. A rövid nadrágban mész ki, úgy fogsz fázni, mint egy hóember. Elfogyott a kukoricapehely.
veszünk, ha elmegyünk vásárolni. És tojásra is szükségünk lesz, mert egy különleges meglepetést sütök. Különleges meglepetést? De jó! Caillou és Rosie mindig is szerette anyukája meglepetés süteményeit, bár előre sosem tudta pontosan, mi lesz az. Caillou, ideje indulnunk az üzletbe, öltöz fel! De anya, én a dinoszaurusszal akarok játszani. Játszhatsz vele később is. Gyere, csak rád várunk. Caillou szeretett vásárolni, de mindig sok idejébe telt, míg elkészült, mert játszani is szeretett. Caillou, szállj be a kocsiba! Építünk hóembert! Nos, igen, ami azt illeti, igen. Ez az, egy hóember! De most indulnunk kell. Anya, én is úgy akarok utazni, mint Rosie. Jól van, de induljunk, mert nem lesz időnk a hóemberre. Én ezt kérem. Caillou, meglepetés süteményt készítek, emlékszel? Nem kell mellé több süti. Jó? Mi lesz a meglepetés sütemény? Ha megmondom, oda a meglepetés. Ha a pénztárnál leszünk, neked kell figyelni Rosie-ra, amíg én fizetek. Caillou csak azokra a süteményekre tudott gondolni, de nem emlékezett, hogy hol látta őket. Mielőtt feleszmélt, már el is tévedt. Egyedül volt és félt. Anya! Anya, hol vagy, anya? Caillou, mi történt? Elmentél! Nem, Caillou, te mentél el, de nagyon örülök, hogy megvagy. Menjünk haza! Caillou még mindig dühös volt, de örült, hogy újra a mamájával és Rosie-val lehetett. Tudod, anya, megijedtem, amikor elvesztem. Én is nagyon megijedtem, kicsim, ezért vigyázzunk, hogy ne forduljon elő többé. És most fejezzük be a meglepetés süteményt, jó? De én hóembert akartam csinálni. Hóembert fogunk csinálni, csak épp itt a konyhában, nem odakint. A különleges meglepetés. De jó! Caillounak és Rosie-nak teljesen igaza volt. Kitalálták, hogy mi lesz anyukájuk meglepetése. Anya, nézd! Ez egy igazi hóember. Akkor biztosan fázik. Adjunk neki egy sálat. Gyerekek, itt az ideje, hogy meséljek nektek. Gyertek! Caillou még csak 3 éves volt. A mai mesénk címe: Caillou a fürdőkádban. Ne! Caillou, ideje megfürödnöd. Komolyan mondom, nem fogok veled játszadozni. Caillou nem akart fürdeni. Hová tűnt? Vajon hol lehet ez a kisfiú? Oh. Hol lehet, Caillou? Aha! Hát itt vagy, Caillou. Ideje fürdeni. De én nem akarok fürdeni. Túl meleg a víz, anya. Rendben. Túl hideg a víz, anya. Mégis hová szaladsz, fiatal ember? Megyek játszani. Játszhatsz később is. Most fürdened kell, hogy tiszta legyél. De én nem akarok tiszta lenni. Ne! A tisztaság nem vicces. Próbáljuk ki a habfürdőt. Biztos nem fog fájni. Szeretnél buborékokat, Caillou? Nem. Add a kezed. Hát nem mókásak. Hehehehe!
Hirtelen Kájúnak eszébe jutott a kiskacsája, és eszébe jutott, hogy Rozi szobájában hagyta. Ó, ne, már megint! Kájú, gyere vissza! A kiskacsa! A kacsa buborékokat csinál! Sok buborékot! Nagy buborékot! Talán ez is segít, hogy több legyen. Kájú rájött, hogy a fürdés lehet élvezetes is. Megtanulta, hogyan kell buborékot csinálni. Nézzétek! Sok-sok buborékot csinálok! Hé, hol van Kájú? Itt vagyok, én vagyok az. Hol van a kacsám? Ne aggódj, kiskacsa, megmentelek! Vizesek vagytok! Kájú úgy találta, hogy a fürdés nagyon is mulatságos. Jól van, Kájú, ideje kijönni. Nem akarok, a kádban akarok játszani. Rendben, akkor holnap is szeretnél a kádban játszani. Igen, én is a kacsám, meg a sok-sok buborék. Így szerette meg Kájú a fürdést. A mosógép lejárt. Ideje lazítani, gyerekek! Meseidő van! Nos, nézzük, mit csinált ma Kájú. Ó, igen! A mai mesénk címe Kájú felöltözik. A mosás nagyon sokáig tartott Kájúéknál, ezért Kájú... Nos, Kájú szorgalmasan segített. Á! Hol van az ajtó? Most nem érek rá játszani, Gilbert! Nézd, mit hoztam, anya! Köszönöm, Kájú! Ügyes nagyfiú vagy! Kájú nagyon büszke volt, hogy segített. Jó érzés volt. Talán jobb lenne, ha felmennél. Kájú úgy gondolta, ha elég nagy, hogy segítsen anyukájának mosni, akkor elég nagy, hogy egyedül felöltözzön. Csak egy baj volt. Az összes ruháját levitte mosni, így nem tudott mit felvenni. Ne! Kájú! Felébreszted Rozit. Miért vagy pelenkában? Nincsenek ruháim! Az nem lehet. Rengeteg ruhád van. Istenem, igazad van. Tudom már, játszunk valamit. Adok ruhát. Nem hordhatok felnőtt ruhát, apa. Miért nem? Túl kicsi vagyok. Azt majd meglátjuk. Igen, meg is vannak. Pont jó lesz. Lenne olyan kedves uram, és felpróbálná ezt? Ez csíkis. Kalapot is kaphatok. Hadd nézzem, hadd nézzem! Várj csak, még hiányzik valami. Akár egy igazi úri ember. Nagyon tetszik a bajuszom, apa. Látod, hogy nem vagy kicsi a felnőtt ruhákhoz. Igen! Kájú, milyen szépen felöltöztél. Annyira édes vagy. Szeretnék egy képet kettőtökről. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok
Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.